Köszönöm szépen, tisztelt államtitkár úr! Nemrég az egyik napilap arról cikkezett, hogy a hazai munkaerőpiaci állapotok már sok tekintetben hasonlóak egyes távol-keleti országokéhoz. A magyarországi garázsvarrodák 10-15 varrónőt dolgoztatnak feketén fillérekért. A varrónők a legális 8 órás munkaidejükön túl kényszerülnek arra, hogy plusz munkát vállaljanak 4-6 órában, mert nem tudnak megélni a jövedelmükből. Orbán Viktor szerint munkaalapú társadalmakra van szükség az Európai Unióban ahhoz, hogy a közösség tagállamai versenyképesek legyenek Kínával és az Egyesült Államokkal. A miniszterelnök úr azt hiszi, hogy leszorított, bérű és kiszolgáltatott munkaerővel versenyképesek tudunk lenni, és hogy nekünk a távol-keleti országok béreivel, munkakörülményeivel kell felvennünk a versenyt. Az elmúlt évek másról sem szóltak, mint a képzettségi szint csökkentéséről, a munkavállalói jogok letöréséről, a bérek felzárkóztatása helyett pedig azok leszorításáról. Mint ismert, ma már óriási a dolgozó szegények aránya, az adózó munkavállaló közel fele keres a létminimum alatt, azaz kevesebbet, mint 87 ezer forint. Az Eurostat adatai szerint a magyar munkaerő az egyik legolcsóbb az Európai Unióban, és ez az érték az uniós átlaggal szemben csökken. Az LMP szerint a munkaerő leértékelésével szemben a munkaerő képzettségének növelése és a magasabb munkabérek jelentik a gazdaság jobb teljesítőképességének zálogát. Mindenki, aki dolgozik, legalább a létminimumot keresse meg. Így nem lenne szükség garázsvarrodákra. A kérdésem az, hogy mikor teremti meg a kormány a feltételeit annak, hogy a munkával szerzett jövedelem ne lehessen alacsonyabb a létminimumnál, azaz 87 ezer forintnál. Köszönöm. Megadom a szót Szomba Sándor államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Ami ugye a konkrét ügyet illeti, amit az ominózus újságcikkből jelzett, az nyilvánvalóan a fekete foglalkoztatás, az a hatóságoknak a feladata és felelőssége, a feltárása és ennek a problémának a kezelése, úgyhogy ezzel kapcsolatban nyilván nem szeretnék részletesebben beszámolni. Ami viszont fontos, abban egyetértünk, azt gondolom, úgy, ahogy a Schiffer képviselő úr is jelezte ma már napirend előtti felszólalásban, hogy a szegénység elleni küzdelem leghatékonyabb módszere az, hogyha nem segít, hanem munkát adunk az embereknek. Elsődlegesen a versenyszférában természetesen, és ha megnézzük azt, amit az elmúlt 4 esztendőben minimálbér kapcsán vagy bér kapcsán történt, azt tudom önnek mondani, megerősíteni, hogy közel 40%-kal növekedett a minimálbér mértéke 2010 és 14 között. Igaz, ennek a nettó értéke jóval kevesebb, 11% környéki, ezt is érdemes hozzátenni, de természetesen azt is látni kell, hogy 10 és 12 között egészen más volt a helyzet a magyar gazdaságban, mint 13 utáni időszakban, amikor 2-3%-os GDP növekedés mellett képesek voltunk a versenyszektorban növelni a foglalkoztatotti létszámot. Ebből a gazdaságban pluszbevétel jut, és a pluszbevételt lehet, a teljesítményt lehet aztán a bérek növekedésére fordítani. Azt szeretném megerősíteni a kormánynak abbéli szándékát, hogy a következő időszakban a munkát terhelő adókat szeretnénk csökkenteni, nem terhelni azokat, akik dolgoznak. Ebbe akár az SZJA csökkentése, akár a társasági adó csökkentése, és minden más olyan szerepet vállalhat, ami segíti majd azt, hogy az embereknél, a dolgozó embereknél több pénz maradjon nettóba, az alacsony infláció pedig lehetőséget teremt arra, hogy ez a bér ez gyakorlatilag többet is érjen, amikor a boltba vagy vásárolni bemegy valaki. Köszönöm szépen!